Hivatalosan is jóváhagyta az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási szerződést kedden az uniós tagországok kormányai tömörítő tanács. Ezzel lezárult az egyezmény régóta húzódó ratifikációs folyamata. A tanács sajtószolgálati tájékoztatása szerint a szerződés szeptember 1-én lép hatályba teljes körűen. A társulási egyezményben, illetve az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodásban foglalt rendelkezések többsége már ideiglenesen életbe lépett. A mostani döntéstől azt várják a szakértők, hogy új lendületet ad az együttműködésnek, például a kül- és biztonságpolitikai, az igazságügy, az oktatás vagy a tudomány terén. A nagyszőlősen áthaladó teherforgalom szabályozását vitatták meg a napokban. Az eszmecserén felszólalók hangoztatták, az ukrán-román határátkelőhöz vezető útmenti településeken élők követelik az átmenő kamionforgalom korlátozását. Ha ez megtörténik, az jelentős társadalmi problémára lehet gyógyír, és nem mellékesen a Tiszaújlak-Tiszabecs határátkelő zsúfoltsága is mérséglődne. A nagyszőlősi járási tanács sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a forgalomkorlátozás tervezetét egyeztetni kell a rendőrséggel, majd az ACC képviselőtestületnek is jóvá kell hagyni. Búcsúi ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a nagybakosi templomkertben. A Szent László tiszteletére felszentelt templomot 20 évvel ezelőtt a bakosiak a szomszédos bátyú és újbátyú római katolikus híveivel közösen építették. Ebbe bízunk Szent László szeretetébe, erősségébe, hitébe. Ez a búcsú legyen számotokra a kegyelmek forrása. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a híveket az ünnepi szentmisét celebráló Németh László nagybecskereki megyéspüspök. Nagyon fontos, hogy a határokat túllépően is együttünk tudjunk maradni mi magyarok, de egyben együtt tudjunk békében élni a nemzetekkel, akik között élünk, vagy akikkel együtt élünk, hisz béke nélkül nincs állás. A magyarok és ukránok, illetve több felekezet által vegyesen lakott beregszászi járási kisközségben, Nagybakosban épült templom, Kárpátalján az egyetlen Szent László nevére felszentelt templom. Ebben a kis faluban, Nagybakosban, ahol korábban nem volt templom, itt tartottuk ma azt a megemlékezést, amit Kárpát-medence szerte ezekben a napokban tartottak a Szent László év alkalmából. Mutatja azt, hogy a kárpátai magyarság ugye nem csak megmaradt a szülőföldjén, hanem őrzi hagyományait, történelmét, így Szent Lászlónak az emlékét is. A nagybakosi magyar keresztények megmaradását talán mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nemrég a római katolikus egyház kezdeményezésére közösségi ház építésébe is kezdtek. Itt Bakosban csak ukrán nyelvű iskola van, és itt nem csak egy közösségi ház, hanem egyúttal hétvégi magyar iskola is indulna. Kárpátalján az emlékév kapcsán több rendezvény is lesz. Ezek egyik kiemelkedő eseménye az a Szent László életét bemutató tudományos konferencia, amelyet az Egyházmegye szervezésében októberben Beregszászon fognak megtartani. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet július 15 és 16 között hatodszor szervezi meg hagyományőrző népzenei fesztiválját Tiszta Péter falván. Szombaton július 15-én lovasnapra várják az érdeklődőket, lesz lómustra, lovas bemutató és lószépségverseny. Ezután helyi és magyarországi huszárak tartanak bemutatót és vezetnek be a korabeli harcászat rejtelmeibe. Július 16-án a kárpátaljai népzenétől lesz hangos a helyi vidámpark. 13 órától kárpátaljai népzenei együttesek mutatkoznak be a megye minden tájegységéről, de föllép a Parnograsz zenekar is. A népzenei forgatag mellett ingyenes kézműves foglalkozások, íjászkodás, bőrözés, fafaragás, portrékészítés is várja a fesztiválra látogatókat.